Bár a jelentkező többlet egyre kevesebb önkormányzati lakást adnak ki szociális alapon Budapesten, ezt a Népszava derítette ki. A Párbeszéd bérlakásépítéssel és non-profit lakásépítést ösztönző programmal enyhíteni a lakhatási válságot. Tordai Bencével beszélgetünk. Akinek jó estét kívánok, és aki azt mondta, hogy most Pest Erzsébeten, Kispesten és a 18. kerületben volt egy ilyen röpke kampánykörút. Például ez a lakhatási válság kérdés, ez mennyire kerül elő? Vagy ez abszolút kerületfüggő? Mindenhol nagyon súlyos problémát jelent. Például Havannán egy kedves család meginvitált a lakásába minket, és ott elmesélték, hogy hogyan nem kaptak önkormányzati bérlakást, és hogy vannak a szülőközbe jelentve a gyerekek és az unokák is. És 510.000 forintot kell fizetni piaci alapon egy pici, hát nem túl felemelő helyen lévő panellakás bérleti díjaként. Egyszerűen az, hogy elfogytak a kerületekben ezek a kiadható bérlakások, az az egész 30 éves várospolitikának a csődje. Na de pont emiatt, hogy ez 3 évtized, nehéz erre hitelesen azt ígérni, hogy na, akkor ezt most rögvest és gyorsan és láthatóan meg lehet változtatni. Hát meg kell fordítani a folyamatokat, tehát ha mondjuk nem romlana tovább a helyzet, az kezdetnek nem volna egy rossz dolog, azért ennél lehetünk ambiciózusabbak, tehát hogyha tudjuk, hogy nagyon sok lakás előresen, nem csak önkormányzati, de állami és magántulajdonban is, hogyha látjuk azt, hogy nem olyan a lakáspiac, hogy oda valaki, akinek van egy üresen álló lakása, minden gond nélkül kimerjen lépni, akkor például egy ilyen budapesti lakásügynökséggel segíthetjük azt, hogy egymásra találjanak a vevők és a bérbeadók, több lakás legyen a piacon, kicsit lejjebb menjenek a bérleti díjak. Ugyanígy, hogyha megregulázzuk az Airbnb-t, meg az ehhez hasonló, tulajdonképpen megint csak a bérlakás szektorban az árakat emelő szolgáltatásokat és platformokat, akkor megint könnyebb helyzetbe kerülnek a lakáskereső családok. Ez miért nem prioritás a fideszes kerületvezetőknek? Mert hogy az ember azt gondolja, hogy az azért senkinek nem jó, hogyha tényleg horror árakon lehet lakást bérelni, vagy lakást venni. Valószínűleg arról van szó, hogy ugye ezek vagyonelemek, könnyebb eladni, mint felújítani, és aztán a piaci ár alatt kiadni. Tehát, hogyha valami gyorsan el lehet égetni, fel lehet élni a jövőt, akkor ők azt megteszik gond nélkül. Na de és ők hosszú távra terveznek, akkor miért érdekük felélni a jövőt? Az attól függ, hogy kinek a jövője. Tehát az ő politikai jövőjük attól függ, a meggyőződésük szerint, hogy mindenféle csili-vili dolgot adjanak át, attól szerintük kevésbé, hogy a rászoruló családok az ő kerületükben találnak-e szociális bérlakást, vagy sem, találnak-e megfizethető áru lakhatási lehetőséget, vagy sem. Az a kérdés, hogy milyen célokat akarunk szolgálni, szalagátvágásokat, meg ilyen monumentális beruházásokat, stadionokat és hasonlókat, vagy tényleg a helyben élő emberek mindennapi problémáit szeretnénk megoldani, és az ő érdeküket képviselni. Ugye most ennek a témának az is adja az aktualitását, hogy a város mindenki 9. alkalommal szervez lakásmenetet, és hát a 9 azért már jelzi, hogy itt azért túl nagy előrelépés nem történt. Bárhogy lehet egy fideszes kormányra nyomást gyakorolni, vagy önök azt mondják, hogy erre csak a kormányváltás, vagy most éppen az önkormányzati vezetők leváltása lehet a megoldás? A megoldás jelentős részéhez nem kell kormányt váltani, az a jó hír. Tehát Budapest saját hatáskörben, hogyha van ellenzéki közgyűlési többség, akkor meg tudja oldani ezeknek a gondoknak a javát. Ez is egy nagy falat azért, ha elnézzük a kerületi jelöltek állását. Mi most megyünk végig kerületről kerületre Karácsony Gergellyel, és én azt látom, hogy mindenhol nagyon lelkes csapatok kampányolnak. Pontos számok nincsenek, mérések néhány helyen vannak, de azt hiszem, hogy bizakodók lehetünk, úgyhogy nézzük meg október 13-át, ne azon múljon, hogy valaki azt mondja, hogy úgyse nyerhet itt az ellenzéki polgármesterjelölt, nem, tessék szépen felállni, elmenni, szavazni, elvinni a szomszédot, kutyát, macskát, családtagokat, és akkor nyernek az ellenzéki jelöltek. Hát abban a szerencsés helyzetben van, most a szerencsét idézőjelben értem, hogy egyelőre nem tudjuk Gajda Pétert, az újpesti polgármestert utolérni, mert hogy szeretnénk reagáltatni erre a hangfelvételre, ami kiderült, úgyhogy most megkérem, hogy ön reagáljon rá, mert csak azért is, mert hogy mondta, hogy éppen Kispesten is jártak ma egy kampány eseményen. Ott a helyiek inger küszöbét mennyire üti meg az, hogy az ottani egyik helyi képviselő például arról beszél, hogy ha valaki évente nem keres 100 millió forintot a kerületi politikában, idézem, akkor hülye vagy. Én nem tudom, hogy ezeket a szavakat, mondatokat ki mondta el.
Lakner Csaba, aki az ellenzéki összefogás jelöltje, Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság elnöke. Én azt mondom, hogy a Hír TV ezt állítja. Én Lakner Csabát se élőben, se a hangfelvételken nem hallottam még korábban. Tehát hát ott elég szabadon beszél. Na jó, de ki beszél ott? És onnan tudjuk, hogy ki beszél, de ezt bárki megerősítette? Tehát az, hogy a Hír TV nem cáfolta egyelőre, nem láttam olyan sajtóhírt, hogy ne ő beszélt volna. De egyáltalán nyilatkozott valahol. Bocsánat, tehát hogy én személyesen nem ismerem azért nyilván, urat, ha és... önnek a szájába adnak mondatokat, akkor jelentkezik, hogy bocsánat, ezt nem én mondtam, nem? Ez néhány órája van kint ez a hír. Én jelentkeznék, igen, tehát én biztos nem mondok ilyeneket, remélem ő sem mondott ilyeneket, ez elég komoly probléma lenne, de hogy az, hogy a Hír TV lehoz valamit, azt azért hagyd ne vegyem készpénznek. Tehát az, amit a Fidesz elkövetett az elmúlt néhány napban, néhány hétben kampány címszóval, az tényleg a legalja. És lehet, hogy vannak olyan ügyek, amiknek hátterében van valami, jelentős részben mindenféle tényalap nélkül vádolnak meg embereket, vagy nem bűncselekményeket próbálnak meg beállítani bűncselekménynek, vagy legalábbis valami erkölcsileg problémás dolognak, miközben amikor arról van szó, hogy Karácsony Gergelyt lehallgatják a Párbeszéd elnökségi ülésén, akkor azok követik el a bűncselekményt, akik ezt a lehallgatást elkövetik. Aztán, hogyha valakit szexvideóval zsarolnak, ugye ott megint nem az a gond, hogy két ember, felnőtt ember kölcsönös beleegyezéssel egymással egy aktusba bonyolódik, hanem az, hogy valaki ezt felveszi és zsarolásra használja. Tehát, hogy a Fidesz kampányban előkerül egy újabb ilyen elem, az szerintem kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az emberek megundorodjanak a politikától, és minél többen otthon maradjanak október 13-án. Ugye a képet színesíti, hogy ma Borkai Zsoltról is előkerült egy blogban pár olyan fotó, ami meg őt kompromittálja, hogyha azok valódiak. És ő fideszes polgármester. Így van. Akkor nála se elfogadható nyilván. Tehát miről van szó? Attól függ, hogy vannak a bizonyítékok, arról van szó, hogy mondjuk tényleg egy szexuális együttlétről beszélünk, ami alapesetben nem probléma, drogozásról beszélünk, ami leginkább akkor probléma, hogyha droghatása alatt valami csúnya dolgot csinál az ember, vagy korrupcióról beszélünk, amikor 100 milliók cserélnek gazdát törvénytelen úton. Hát igen, azt mindannyian várjuk, hogy kiderüljön a felvételekről, hogy melyik valódi, melyik nem. Köszönöm szépen, és közben elértük Gajda Pétert, az újpesti polgármestert, akinek köszönöm szépen, hogy tudunk most beszélni. Jó estét kívánok! Újpesti polgármesterek, jó estét kívánok! Elnézést, csak újpesti. Ja, elnézést kérek, már annyira keverednek a kerületek. Kispesti természetesen. Itt a híradóban már röviden idéztük önt, azt mondta, hogy még csak egy laptopról és ennek a felvételnek a részleteit látta, azóta megnéztem. Te alaposan, és mit gondol erről? Hát én a kolléganőjének is jeleztem, hogy én éppen a Virágos Magyarország díjkioszton vettem át a kerület nevében egy díjat, tehát említettem is most is a kolléganőjének, hogy továbbra sem láttam ennek a felvételnek a további részét, illetve nem tudtam jobban megnézni, annyit tudok mondani, amit a híradóban is, és ennél többet tényleg a mai este ne várjanak tőlem, hogy én ezen a felvételen nem ismertem föl se hangba, se képbe Lakner Csabát innentől kezdve az a hát, hogy mondjam, ilyen locsi-fecsi, ami ott ezen a felvételen zajlik, ez bármi lehet. Kicsit azért csodálkozom, hogy nem ismerte föl, mert hogy ugye közben a Hír TV, amit előzményként bevágott a ma esti műsorából, ott azért ott vannak a plakát portréi is Lakner Csabának, és azt gondolja, hogy nem ugyanarról az emberről beszélünk? Nézd, simán el tudom képzelni a mai technika mellett, hogy bárkiről, bármit, bármilyen hangfelvételt, bármilyen videós technikát össze lehet vágni. Pláne ugye ez is egy összevágott anyag, lehet hallani ezeken a felvételeken, hogy nem folyamatos beszélgetésről van szó, de még egyszer mondom, amit én láttam ebből, egy kis laptopon tudtam megnézni a délután folyamán, én ezen nem ismertem föl Lakner Csabát. Ennél többet, ha kérhetem, most ne is várjanak tőlem, mert... Hát arra még azért kíváncsi lennék, hogy ugye ő a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, illetve a Hír TV szerint önnek bizalmasa, hogy felhívta őt? Hogy ez mégis micsoda? Hát el tudom mondani önnek, hogy nem a bizalmasom, hanem nyilván képviselőtársam, tehát a Kispesti Önkormányzat képviselőtestületében ül. Felhívtam őt, és... beszéltem róla, vele erről, és azt kértem, hogy személyesen találkozzunk majd ebben a témában, még nem találkoztam vele személyesen. Nem tartja annyira fontosnak ezt az ügyet, hogy a különböző megbeszélések és díjátadók között mondjuk vele tisztázza, hogy ő részt vette egy ilyen beszélgetésen? Természetesen ez a közeli jövőben meg fog történni. Azon csodálkozom csak, hogy az elmúlt órákban nem történt meg, amikor hát kampányban ezek nagyon kompromittáló információk. Elég sok hivatalos programom volt a mai
mai nap, hála jó Istennek. Ezek többsége természetesen jó hangvételű, jó hangulatú program volt, úgyhogy én ezeket nyilván nem mondtam le mindenkinek a rendelkezésére. Hát egyébként az elmúlt időszakban, tehát bárki hívott ez ügyben, akkor a programok között fölvettem, elmondtam a véleményemet, amit ki tudtam alakítani arról véleményként, amit láttam és hallottam ezekből a felvételekből, ezekben az ügyekben nyilatkoztam. Én nyilván arra törekszem, hogy próbálják meg a kispestiek majd megítélni azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végeztünk. Elég sok fejlesztés történt a kerületben. Ha bebizonyosodik az, hogy... Most díjat ez ügyben is, úgyhogy ezekre koncentráltam. Hogy éppen a jobboldali sajtó mivel próbál bennünket is támadni, ugyanúgy, ahogy más baloldali városvezetőket, hát erre most egyelőre nem tudok ennél többet mondani. Ha bebizonyosodik az, hogy volt ilyen beszélgetés, és az ott elhangzottakat Lakner Csaba mondta, akkor annak az ön részéről milyen következményei lesznek? Nyilván ez egy új helyzet, erről majd akkor fogunk dönteni a kollégáimmal közösen, de egyelőre ez nem bizonyosodott, ezt bizonyítani kell. Még egy konkrétum viszont elhangzik ebben a szövegben, és kíváncsi vagyok, hogy ez igaz-e, mert hogy erről az egész felvétel valódiságát meg tudjuk ítélni. Onnantól kezdve, hogy én nem tudom a valódiságát ennek a felvételnek, tehát azt sem tudom megmondani önnek, hogy amit ott... Csak két mondatról mondja el, hogy igaz-e. A két mondat az az, idézem, hogy... Tavaly felvettünk 1,2 milliárd forintnyi hitelt, de úgy, hogy nekünk 2017-ről volt majdnem 800 millió forint tartalékunk. Volt ilyen eset? Hát ebből is látszik, hogy aki ezt a mondatot elmondja, az nem biztos, hogy jól ismeri Kispesti önkormányzat működését, mert ezek a számok pontatlanok. Volt pénzmaradványa az önkormányzatnak, amit görgetett egyébként minden évben tovább, és fejlesztésre vettük föl ezeket a hiteleket, vagy ezt a hitelt, amelyre kormányengedélyt kaptunk, és ezeket egyébként a kerületi intézményekre, bölcsödékre, óvodákra és iskolákra fordítottunk. Ezek a fejlesztések azok, amelyeket egyébként most folyamatosan bemutatunk a kispestieknek, meg talán nem is kell nekik bemutatni, hiszen láthatják, mert a gyermekeik ezekbe a megújult bölcsödékbe, óvodákba és iskolákba járnak. Hát azért nyilván arra is kíváncsiak a kispestiek, hogyha megtörténik Lakner Csavával a beszélgetés, akkor utána mit fog mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen sűrű napon rendelkezésünkre áll, további szép estét kívánok. És még együtt hallgattuk Tordai Bencével Gajda Péter szavait. Arra vagyok még kíváncsi, mert hogy a jobboldali sajtóban szinte ugyanazzal a címmel pörgött végig ez a sztori, ami cím az volt, Karácsony jelöltjei egy drogpartin a lopásaikkal dicsekszenek. És itt az adás lején Hannendrével és Lendvai Edikóval már beszélgettünk arról, hogy ezek a történetek vajon visszaütnek-e, vagy nem. Az utcai fórumokon mit tapasztalnak? Szerintem most arra nagyjából kialakult azok körében, akik követik a politikát, hogy kinek hisznek, és ez tényleg bizalom és hit kérdése. Nyilván Karácsony Gergelyt, hogyha magát személyében nem tudják semmilyen megfogni, akkor megpróbálnak tőle távoli hozzá se, hogy nem kötődő embereken keresztül ráégetni dolgokat. Egy címbe rakni az ő nevét mindenféle negatív töltetű szavakkal, ez édeskevés, azt gondolom. Tehát az, hogy Tarlós Istvánnak ez a kampánya az, hogy Tarlós István semmilyen eredmény nem tud kommunikálni, és nem tud terveket felmutatni a jövőre nézve. Megdicsérte Karácsony Gergelyt ma, mondván, hogy nem korrupt. Na, tehát akkor kampányoljanak ezzel, hogyha tényleg komolyan gondolják. Ezen kívül persze jót nem mondott róla, de nem is Tarlós Istvántól várjuk, a választóktól viszont nagyon sok támogatást és bátorítást kapunk, és dicséretet Karácsony Gergely eddigi tevékenységére és a mostani teljesítményére nézve, úgyhogy én nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.